Köszöntök mindenkit a következő virtuális túránkon. Ma az úgynevezett festőházat fogjuk megtekinteni, ami az egykori Aquincumi polgárváros déli területén helyezkedik el. Az egykori római lakóház első feltárása 1941-ben zajlott, de az építkezést megelőző hitelesítő ásatások is számos információt, valamint tárgyi emléket hoztak a felszínre. Ezek eredményeként 2012-ben lehetővé vált, hogy egy berendezett és bejárható római épülettel bővüljön a múzeum. A ma bejárható ház, amelyet sárga színnel kiemelve látunk a rajzon, csupán a teljes épület egy része, ugyanis több alkalommal is bővítették, mind északi és déli irányba egyaránt. Az épület nevét az első feltárás során a konyhából előkerülő kis festékes tégelyekről kapta. Az épület tulajdonosa, lakói máig ismeretlenek, ahogy a funkcióra vonatkozóan is számos elmélet született. A belső sétát a ház központi helyiségével, az átriummal kezdjük, mely ötös számmal szerepel az alaprajzon. Körbenézve láthatjuk, hogy a falakat gazdagon díszítették. Ez természetesen nem a képzelet szülte, hanem az előkerült több száz freskó töredékből sikerült rekonstruálni a mintát. Ha megnézzük, akkor a helyiség egyrészt közlekedőként szolgál, hiszen innen lehet elérni a legtöbb szobát, azonban szintén itt kapott helyet minden római otthon legfontosabb tárgya, a larárium. A larárium, más néven házi oltár, a lares, vagyis ősök szóból ered, a rómaiak ugyanis úgy gondolták, hogy a család felmenői vigyázzák mind az épületet, mind pedig a benne élőket. Éppen ezért, például amikor a család étkezett, a házi oltárra is helyeztek az ételből, de emellett egyéb jellemzően vételen áldozatokat is bemutattak. A hétköznapi élet mellett, a fohászokon át, a különlegesebb eseményeken is komoly szerep jutott a laráriumnak, például házasság alkalmával. Az ifjú menyasszony az esküvő előtti este az oltárra helyezte a játékait, mint egy hátrahagyva gyermeki évét. Az első szobába tekintve láthatunk egy csecsemőt bölcsőben, illetve a bal oldalon egy fonott kosárra helyezve különböző gyermekjátékokat. Az egyik, amit láthatunk, egy labda, ami értelemszerűen még nem gumiból készült, és nem is futballhoz használták. A külseje bőrcsíkokból áll, és gyapjúval van kitömve. A másik egy baba, mondhatjuk, hogy a mai Barbie baba elődje, de ez is természetesen anyagokból készült. Ruhája és haja vászon, és ugyancsak gyapjúval tömték ki. Továbbá a sarokban láthatunk egy szövőszéket, fonalakkal, amelyen a család hölgytagjai például ruhanyagot vagy házi textíliát tudta készíteni. Ezekből már kitalálhatjuk, hogy a gyermekek és család hölgytagjainak volt egyfajta nappali tartózkodó munkaszobája. A lakószobába, mondhatni hálószobába érve, a fal mentén kereveteket, ágyakat láthatunk. A berendezési tárgyak közé tartozik még egy láda, amelyben például ruhákat tarthattak. Mivel az épületben nem található sem fürdőszoba, sem pedig WC, ezért az ilyen ügyeket jellemzően közfürdőkben intézték. Azért, hogy például az éjszaka közepén mégse kelljen felkeresni egy közeli fürdő nyilvános illemhelyét, az ágy alatt kerámia bilit, egy éjjeli edényt figyelhetünk meg. A tartalmától a konyhában található csatorna kiöntő nyíláson keresztül szabadultak meg. A helyiség fűtését egy parástartó szolgálja, amely bizony rejtett veszélyeket magában, de a sokkal fejlettebb és biztonságosabb padlófűtés rendszert a fenntartási költségek miatt kevés magánházban, illetve helyiségben találjuk. A festőházban mindössze egy helyiségben található ilyen, a későbbi hozzáépített északi részen. A fogadó és dolgozó szoba együttesébe érkezve, az első szembetűnő különbség a falak díszítettsége, amely a ház urának vagyonát hivatott bemutatni. A korábbi helyiségekhez képest a fekete és a vörös szín dominál, valamint szimmetrikus elrendezésben megfigyelhetünk rajta növényi indamotívumot, a lábzati részben vízinövényeket és madarakat.
A vendégek vagy kliensek számára fenntartott fonott karosszékek mellett látjuk a ház urának íróasztalát. Az írás több formáját is használták a római korban. Például papíruszra náttollal felvitt tinta mellett a sokkal praktikusabb viasztábla íróvessző kettősét is előszeretettel használták. Míg előbbi csak egyszer használatos, az utóbbi javításra és újraírásra is lehetőséget adott. Az íróvesszőnek, amelyet stílusnak neveztek, két vége volt, egy hegyes, amelyet a szöveg felvitelére használtak, és egy lapos, amelyel, mint egy radírral javítani tudtak. Számos eredeti levelet, feljegyzést ismerünk úgy, hogy az íróvessző használatakor túl mélyen belekarcoltak a viaszba, így a fába is, amely megőrződött az utókornak. Mint láthatjuk, a helyiség önmagában elég sötét. Római kor lévén senki ne keresse a fali villanykapcsolót. Aki megengedhette magának, olajmécsessel világított. Ezek a legváltozatosabb formában fordulnak elő. Készültek kerámiából, bronzból, ismerünk egy, két és több ágú mécseseket is. A mai csillár elődjét is láthatjuk körmécses formájában. Ez már bőven adott kellő fényt a terem bevilágításához, azonban az olívaolaj szükséglete is jóval jobb volt. Éppen ezért csak a módosabb emberek engedték meg maguknak azt, hogy éjszakában nyúlóan világítsanak. A helyiség hátsó sarkában egy irattartó szekrényt is láthatunk, tekercsekkel, viasztáblákkal. A szekrényen egy akár kulcsra is zárható veretes látika figyelhető meg, amelyben értékeket őriztek. Ez lehetett ékszer, pénzérme, vagy fontos irat is akár. A konyhába érve azt látjuk, hogy hasonló tárgyakat figyelhetünk meg, mint a mai modern változatban. Látunk polcokat, munkaasztalt, tároló, tálaló és főzőedényeket, élelmanyagokat és fűszereket. Csak úgy, mint egy tűzhelyet is, ami igaz nem gáz vagy villany, de hasonlóan lehet főzni és sütni is rajta. Ezeken felül láthatunk még néhány mai szemmel talán furcsa eszközt, olyanokat, mint az íves pengélyű kések, vagy mint például a dörstál. A kijöntővel is ellátott, belső oldalán durva, érdes öletű edényben szószokat és mártásokat is könnyen lehetett készíteni. A fűszereket összedörzsölve, majd olívaolajat hozzáadva, hamar elkészíthető egy húsokhoz való szósz. A római korból számos receptet ismerünk, egy Marcus Gavius Apicius nevű ingyencnek köszönhetően, aki feljegyezte és könyvbe rendezte az általa kedvelt fogásokat, hozzávalókat és elkészítésük módját. Természetesen ebben nem találunk olyan ételt, mint például a paprikás krumpli, kakaós csiga, vagy fenséggel a popcorn, hiszen a paradicsom, paprika, krumpli, kukorica, kakaó, kávé, cukor még nem ismert alkotóelemek voltak a római korban. Ellenben meglehetősen közkedvelt volt az erjesztett tengeri halbélből készült szósz, a garum, amely a legtöbb apiciusi recept alkotóeleme. Az első pillantásra hálószobának tűnő helyiség valójában az étkező. A módosabb rómaiak nem asztalnál ülve, hanem kereveten, félkönnyékre ereszkedve fogyasztották a különböző fogásokat. A kereveteket három oldalon helyezték el, és méretüktől függően akár többen is elfértek rajtuk. A negyedik oldal azért szabad, mert egyrészt innen szolgáltak fel, innen hoztak a különböző fogásokat, illetve ha volt műsor is a vacsorához, például zene, felolvasás, tánc, pantomim előadás, akkor az szintén ezen a területen zajlott. Az egyik legszebben díszített helyiségben az ehhez illő minőségi kerámia, bronz és üvegedényekkel, illetve evőeszközökkel találkozunk. Az épület rövid bejárása során sajnos nem volt lehetőségünk mindent alaposan végignézni, ezért arra bátorítok mindenkit, hogy amint lehetőség lesz rá, személyesen is tegyen egy sétát ebben a lenyűgöző hangulatú épületben. Thank you.
Thank you.